Négy férfi és két női csapat részvételével hagyományteremtő céllal rendezték meg Miskolcon a Szaniszló Sándor emléktornát. A résztvevők között ott volt a Nyíregyháza Blue Sharks is, amely eddig valamennyi felkészülési meccsét idegenben játszotta. A nyitányon az A-csoportos Jászberény ellen léptek pályára Cápák. A meccsen kijött az osztálykülönbség, a Berény 29 pontos győzelmet aratott. A folytatásban a szlovák első osztályú Iglóval végig nyílt meccset játszottak a nyíregyháziak, a Hajrá azonban az ellenfélnek sikerült jobban, így 4 pontos vereséggel a negyedik helyen végeztek a kék cápák. Az első mérkőzésen úgy gondolom, hogy nem játszottunk úgy, ahogyan azt elvárnám a csapattól, Jászberény ellen volt. Ezt tudom, hogy első osztályú csapatról van szó, illetve A-csoportos csapatról, akik négy légióssal és egy magyarral álltak föl. Tudom, hogy ugye légiósok is erősebbek, de akkor is azt szeretném, hogy közelebb legyünk az ellenfeleinkhez. A második mérkőzés a Spiszka Novovesz ellen az már hasonlított ahhoz, amit szeretnénk. Végül is végjátékban veszítettük el ezt a találkozót, és végre azt is tudtuk gyakorolni, hogy milyen egy végjáték szituáció. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem haladunk rosszul, de mi mindig van hová fejlődnünk. A nyíregyháziak irányítója Busz Iván szerint az eddigi meccsek a vereségek ellenére is jól szolgálták a csapat felkészülését. Sajnos a győzelem még mindig nem jött össze, de javarészt azért első ligás és erős csapatok ellen játszottunk légiósokat eltűzdelve, de ez egyébként lassan már nem lett kifogás, mert például Miskolc le tudta győzni az Igló gárdáját. A Jászberény nyilván az még nem a mi kategóriánk, csak úgy, mint a Szolnok volt mondjuk az első edzőmeccsünkön, rutinos tapasztalt légiósokkal vannak tele, és jó kosárlát is játszanak. Inkább a második meccs volt az, ami nyerhető lett volna. Ugye az Igló gárdájával már játszottunk Szlovákiában is egy mérkőzést, borzasztó, kemény, fizikális, már-már fault határon védekeznek egész pályán, ami mindenképpen jól szolgálja a fejlődésünket, meg a felkészülésünket. A végére egy labdás meccs lett belőle, szerintem remekül helyt álltunk, sajnos nem nyertünk, de lehet építeni arra a hajtásra, meg küzdésre, amit produkáltunk az első negyed után leginkább. A bajnokság a hétvégén rajtol az NB1B piros csoportjában. A nyíregyháziak oroszlányi mérkőzését későbbi időpontra rakták, így a kék cápák szerdán a Vasas otthonában játszanak edzőmeccset, és amennyiben sikerül ellenfelet találni, vasárnap hazai környezetben is pályára lépnek majd Busz Ivánék.